Bűncselekmény vagy diverzió? Házi készítésű bomba előállítására alkalmas eszközöket talált a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus ellenes ügyészség a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom Kézdivásárhelyi vezetőjének a lakásán. Róla azt feltételezik, hogy robbantani akart a román nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényen a székelyföldi kisvárosban. A szervezet viszont cáfol, szerinte csak emberi élet veszélyeztetésére alkalmatlan, legális eszközöket találtak náluk a román hatóságok, például szilveszteri petárdákat vagy csillagszórókat. Vajon ki akar diverziót kelteni? A 64 Vármegye vagy a román terror elhárítás? Hol az igazság? És mikor tudjuk meg, ha megtudjuk egyáltalán? Jó estét kívánok, én Farkas István vagyok, ez a Sajtóprés. Katonai parádéval, díszbeszédekkel és az elmaradhatatlan ételosztással ünnepeltek Románia szerte december 1-én. A nemzeti ünnep Székelyföldön sem telt eseménytelenül. A már említett állítólagos merényletkísérlet mellett Sepsiszentgyörgyön az ismeretlen katona szobra mellől eltűnt a román nemzeti lobogó, amelynek helyébe állítások szerint egy székelyzászlót vontak fel. Provokáció vagy sem, nem tudni, de mindkét esetben súlyos cselekményről beszélhetünk. Az ünnepségekről összességében elmondható, hogy a román politikum újból elszalasztotta a lehetőséget arra, hogy a nemzeti ünnepet a kölcsönös tisztelet, a békés együttélés gesztusává tegye. Mi az üzenete és a konklúziója számunkra december 1-ének? Ennek a kérdésnek a megválaszolásával indítunk. Meghívottaink Szokoli Jelek, Novák Csaba Zoltán és Szász Attila. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kérdés tehát, mi az üzenete számunkra és a konklúziója december 1-ének? Hát rám néztél, akkor én megpróbálok egy első válasszal. Hát először is elkülönítem, tehát történészként én december 1-ét egy bizonyos történelmi momentumnak tartom, és annak is aként is kezelem, aként gondolkodom róla, írok róla, vagy beszélek róla. Ahol is az erdélyi románság, erdélyi lakosságának egy része nevében kinyilvánította a Romániához való csatlakozási szándékát. Ezt később szentesítette, ezt az állapotot a trianoni békeszerződés, ugye két év múlva valamikor 1920-ban, és hát gyakorlatilag ez egy szimbolikus momentum annak, hogy a Nagy Románia megvalósult. Mert ugye akkor csatlakozott Romániához Beszarábia is, meg más területek, Bukovina déli része, és hát ez ugye nemzeti ünneppé vált. Ez most lehet beszélgetni, lehet vitatkozni, nagyon sokszor megtettük már, hogy mennyire releváns vagy sem nemzeti ünnepként. Mindenképpen ezt, hogyha a román nép vagy a román állam ezt ünnepnek tartja, akkor ezt én elfogadom. Viszont ahogy a felvezetőben is elhangzott, ennek az ünnepnek kellene legyen egy másik vonulata is, amely ugye valamilyen egységbe fonja az ország összes állampolgárát, és ezen túlmutat, tehát a pusztán történelmi tényre való megemlékezésen túlmutat. És nagyon sok román értelmiségi történész, újságíró barátom posztolt a Facebookon, és nagyon sajnálom, hogy a kézdivásárhelyi események ezt árnyékba borítják, és nem szeretnék ezzel megfogalmazni, így van, hogy tehát többen is felvetették Jasból, Vásárhelyről vagy Bukarestből posztolva a Facebookon, hogy oké, rendben van, tehát minket gyakorlatilag arra buzdítanak minket, romániai állampolgárokat, őket, románokat, hogy legyünk büszkék Romániára ezen az egy napon, de az soha senki nem, vagy nagyon kevesen gondolják át, vagy próbálnak reflektálni arra, hogy mit is ígért ez az egyesülés, tehát hogy milyen Romániát vizionáltak az egyesítők, vagy legalábbis a december 1-én Gyulafehérvárra tömeggyűlés szervező politikusok, erdélyi politikusok, abból mi valósult meg. És itt nem csak a nemzetiségi jogokra gondolok, hanem ott megvannak a pontok, hogy egy demokratikus, egy új, modern Romániát. Hát ebből nem sok minden valósult meg, vagy ami megvalósult, az csak részben valósult meg. Tehát számomra ez egy ilyen reflexió is kellene, hogy legyen december 1-e, amikor nem csak a pusztán az ünnepi részre koncentrálunk, hanem mindig is egy közösség, egy nép, egy nemzet magába száll egy rövid időre, legalábbis átgondolja azt, hogy mi az, amit megvalósítottunk, és mi az, amit nem. Tehát számomra ezt jelenti. Szokoli úr nyilván sok-sok december 1-ét megélt már, ezt mutatja. Jóval többet, mint a társaim. Ön hogy látja, hogy ez az egységre törekvés, amiről itt az imént Novák Zoltán beszélt, ez hiányzik? Vagy folyamatosan hiányzott? Határozottan itt egy etnikai ünnepről van szó. Ez a bánata az egész ünnepnek, de hát ha visszaemlékszünk a 90-es évekre, akkor, amikor megszületett
ez az ünnep hivatalos ünnepként a román akkori parlamentben, ideiglenes parlamentjében. Hát azokban az időkben, abban a légkörben, abban az eléggé nacionalista légkörben, amely azóta sem szűnt meg teljesen természetesen, de enyhült, abban a légkörben ez némileg egy tromfis volt azok részéről, akik ezt javasolták, és nyilván a többség mellette volt, nem is merte volna visszautasítani. Ám azokban a pillanatokban, hogyha valóban egységre törekedett volna az akkori román parlament, az akkori román politikai elit, akkor valószínűleg más dátumot választ, mert választatott volna, hiszen ott volt a forradalom csodálatos pillanata. Ott volt az a megnyitás, az a összeborulás, az a lelkesedés, amelynek a pillanatát nyugodtan kihasználhatták volna ahhoz, hogy egy egységes valamennyi etnikum számára, tehát Románia valamennyi állampolgára számára ünneppé tegye azt a napot. Így egy megosztó ünnepként született már akkor, és az is maradt mai napig, voltak különböző kritikus pillanatok is, ugye visszaemlékezhetünk, amikor 1990-ben Gyulafehérváron Iliescu elnök le kellett fogja Petre Roman kezét, hogy ne lelkesedjen a Vatra Romanească jelenlétére, és voltak persze egyéb kritikus pillanatok is, de hogy mondjam, elteltek az évek, mi magunk is belenyugodhatunk. A románság többsége számára ez egy ünnep. Ezt az ünnepet véleményem szerint mi is meg kell tiszteljük, ha nem is lelkesedünk érte, nem is értünk egyet vele, de tiszteletben tarthatjuk, kötelességünk tiszteletben tartani, és nem illik megzavarni semmiféle látványos gesztusokkal azok részéről, akik az elmúlt években ezt megtették, gondolatunk itt a fekete zászló bontásokra, és hát most frissebben zászlóeltűnés, zászlófelhúzás, a robbantásról nem is akarok szót ejteni, mert az egy egészen más tészta. Rátérünk az állítólagos merényletre is. Előbb robbantás nem volt, hangsúlyozzuk. Tehát állítólagos merényletről beszélhetünk, de előbb kíváncsi vagyok arra, hogy Attila számára mi a konklúziója, mi az üzenet december 1-jének? Vagy hogy látod, hogy az erdélyi magyarok számára mi kellene, hogy legyen? Vagy mi most? Hát a konklúzióm nekem az, hogy amit Szokol úr is említette, hogy ez sajnos nem fog változni. Tehát ez nem egy olyan alkalom, amikor az ország állampolgára együtt fognak ünnepelni. Tehát ha csak az elmúlt 25 évre tekintünk vissza, de ugye amire emlékezünk, az mindjárt 100 éves. Ez az idő alatt még nem volt egy olyan ünnep sem, amelyik az itt élő nemzeteket valamilyen közös, érzelmi, emocionális ünnep összekovácsolta volna, és a trend egyáltalán nem azt. Ha megnézzük, hogy mi történt például a tegnap, egyértelmű, hogy szinte ott tartunk, mint ezelőtt 100 évvel, vagy ezelőtt 25 éve. És ebből nem tudom, hogy ezen hogy lehet változtatni. Hát beszéljünk arról, hogy mi történt, akkor a tegnap itt már mindenki szívrepesve várja, hogy elmondja a véleményét, legalábbis ezt szűröm le én ezekből a válaszokból. Ugye a szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség közleménye szerint fennáll annak az alapos gyanúja, hogy a vádlott BIA a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom romániai szárnyának az oszlopos tagja vállalta, majd beszerezte az eszközöket egy házi készítésű robbanószerkezet előállításához, amelyet Kézdivásárhelyen a december 1-jei ünnepségen akart a tömegben felrobbantani. Ez tehát a DIKOT-nak a közleménye. Azt nem tudjuk, nem derül ki ebből a közleményből, hogy maga a vádlott vallotta be, vagy csak feltételezik róla, hogy ez történt. De azt sem tudjuk, hogy hatósági túlkapásról van szó, vagy valóban volt-e ilyen szándék. Tehát hogyan értékelik önök, hogyan értékelitek ti, hogy mi történt Kézdivásárhelyen? Az első látásra, hogyha most visszagondolok, az első hallásra, amikor meghallottam ezt a hírt,
Őszintén szólva, és látván a különböző hírcsatornákon azokat a képeket, amelyeket számunkra nyújtottak, az a gondolat merült fel bennem, hogy hát hagyjanak már békében bennünket ezek a, bocsánat a kifejezésért, magyarországi szarkeverők, akik mikor a Jobbikkal, mikor a 64 vármegyével ide jönnek Erdélybe, csinálnak egy nagy cirkuszt, és utána esetleg elmennek, és itt hagynak bennünket a bajban. De aztán, mikor láttam, hogy milyen nagy feneket kerít ennek a román sajtó, a közmédia, amikor még az egyes csatorna 8 órás híreiben is az első helyen nem a nemzeti ünnep szerepelt, hanem maga az úgynevezett terrorcselekmény, vagy annak a szándéka, nem beszélvén különböző hírcsatornákról, és itt különögi kell emelni a Realitátét, azt a bizonyos Ráres Bogdánt, aki hát, szinte őrületbe ejtően tálalta az egészet a műsorában, vagy a Romania TV hírcsatornáját megemlíthetem negatív példaként minden további nélkül. Amikor ezt a nagy hisztériakeltési kampányt láttam, akkor Szeget ütött a fejembe, hogy itt nem csak arról van szó. Persze, amikor láttam azokat a képeket, azokat a képsorokat, amelyeket említettem, amelyeket ezek a csatornák mutattak, és amely úgy nézett ki, mint egy katonai tábor, mint egy felkészülés, mint egy félkatonai szervezetnek a gyakorlata. Bennem is szegedített, hiszen én megmondom őszintén, korom ellenére soha nem hallottam arról, hogy létezik Airsoft típusú tábor és sport. Most utána néztem, és látom, hogy egész a világon léteznek ilyen akciók, ilyen táborok, ilyen felnőttek spilkúznyiba történő játékszerei, katonásdia, mert egy katonásdiról van szó, de hát ez létezik, Romániában is létezik, nem csak Székelyföldön, az egész ország területén, felfedeztem utólag az interneten, hogy Temesváron is, Arad megyében, Szászvároson, Vráncsában, nem tudom még hol, tehát vannak amatőrök, akik ezt a sportot űzzik. Persze kérdőjelessé válik az egész, hogy egyáltalán miről is van itt szó, de az, hogy egy ekkora nagy feneket kerítettek neki, hogy ilyen nagy hisztériakeltés történt éppen a nemzeti ünnep hajnalán, arra időzítették az egészet. Ez olyan kérdéseket vet fel, amelyre egyértelműen választ nem tudok adni, de megkérdőjelezi az illető hatóságaink professzionalizmusát, vagy jó szándékát. Mondhatnám azt, a jó szándékot is egyértelműen megkérdőjelezi. Szokoli úr azt mondta, hogy játék, vagy volt egy mondat, amiben felnőttek játékáról beszélt, tehát itt most játékról beszéltünk, vagy véresen komoly, meg kitervelt, előre megfontolt terrorakcióról, vagy terrorcselekménynek a szándékáról, Attila, itt mosolyogsz te is. Az Airsoft az egyértelmű, hogy egy játék. Itt, ami számomra is ugye egy csomó minden nem világos. Igen, ha igazak azok a vádak, azok a kiinduló pontok, amelyből ugye a díjkot és a hírszerző szolgálat kiindul, akkor nagyon súlyos és elítélendő, és egyértelmű, hogy törvényesen ez ellen fel kell lépni. De ott van a feltételes mód, ha igaz. És erre egyetlen egy garanciát nem láttam az egész kommunikálásban, hogy itt valami konkrét dolog történt volna. Tehát az, hogy valakinek van egy ilyen pályája, vagy ilyen típusú fegyvereket használ, az meg egyáltalán nem borítékolható, hogy robbantásra készül, vagy hogy robbantani fog. És a másik, hogy ami engem többször, tehát nem csak ebben az esetben, de az utóbbi időben nagyon gyakran ugye kérdéseket vet fel bennem, az az eljárás. Tehát, hogyha van is egy ilyen
eset. Akkor én nem hiszem, hogy a sajtó szinte hamarabb tudja, mint a titkosszolgálatok ezeket a dolgokat. Az időzítés, meg ezek a véletlen egybeesések túl sok minden esik egybe ahhoz, hogy én ezt egy teljesen hihető történetként lenyeljem. Ami nem zárja ki ennek a valóságát, csak akkor a további bizonyítékokat is a közvélemény előtt meg kell mutatni. Tehát ez, amit itt mutattak, ez egyre csak arra volt, hogy felhergeljék a hangulatot, és hogy tovább tetézik azt a december 1-i, baráti állapotot, ami egyébként is már fertőzött és feszültséggel telített. Én nem beszélve még az előzményekről is, ugye az előzményeket még nem említettük, csak érintőlegesen az zászló eltűnést. A zászló eltűnésről is mindjárt beszélünk. És az a bizonyos PSZ-es képviselőnek a nyilatkozata, amelyet ugyancsak valamelyik hírtelevízió szellőztetett meg, amely egyértelműen... Tehát Erdély elcsatolása Romániától. Az sokkal komolyabb, és amely valóban kivizsgálásra szorulna. Patetikus. Ne folytsuk a szót Novák Zoltán, és ne szaladjunk ennyire előre. Nagy válaszsal készültem erre. Én bevallom, hogy Szokoly úr említette, hogy milyen érzelmi reakciókat váltott ki a hír első hallatára. Én bevallom őszintén, hogy hangosan fölnevettem, tehát mielőtt még elkezdtem volna gondolkodni és helyre rakni a dolgokat. Nagyon nevetségesnek tűnt számomra az egész történet, de persze komoly. Tűnt nevetségesnek az, hogy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom ilyet kigondol, vagy pedig az, hogy a díkot és mind a szélein reagálta. Mindkettő, igen. Tehát mint a tyúkudvarban, ott egy nagy perpatvar galiba, de majd az idő majd helyre rakja remélhetőleg valamennyire az ügyeket. Hát én három vonatkozásáról beszélnék ennek a kérdésnek. Ott van a 64 vármegye, amit tett, vagy amit nem tett, vagy milyen tevékenységet fejtett ki az elmúlt 5 vagy 10 évben Erdélyben. Ott van maga az ügy, amiről tudunk is, de inkább nem tudunk. Nagyon sok mindent nem tudunk. És maga az ügynek a tálalása, tehát ez a harmadik réteg. Kezdjük a 64 vármegyével. Én ezt a véleményemet is vállalom már hosszú idő óta, hogy nem értek egyet ezzel a szervezettel, ennek a szervezetnek a tevékenységeivel, ahogy megnyilvánul, stb. Én a közösségépítést teljesen másképpen látom. Maga az ügy. Tehát én akkor tudok érdemben erről véleményt mondani, hogy Attila is mondta, hogyha van bizonyíték. Tehát én nem láttam még semmit. Azon kívül, hogy tényleg néhány fotót föltettek az internetre, de ahol azt már tudjuk, edzettek. Hogy előzetes letartóztatásba helyezték. Igen. A... Csak hogyha eljárás indul, akkor most a vádiratban szerepelnie kell legyen, gondolom azoknak a tárgyaknak és a listája is, amit lefoglaltak. Én láttam ilyen régi történelmi iratokat, amikor valakinél házkutatást tartanak, vagy ugye bád alá helyezik. Itt akkor a tárgyak petárdák és csillagszórók. Gondolom, hogy nagyon sok háztartásban van petárda, és csillagszóró most a közeledik a karácsonyi, a szilveszteri ünnep, nagyon sok romani háztartásban van. Nem tudom, kiket tartóztattak le ezért, sőt a piacon, illegálisan ugyan, de rengetegen árulnak petárdákat, és ott sem zárnak be ezért senkit, maximum elkobozzák a zárut. Van egy rendelet, ami körülírja, hogy milyen típusúak a pirotechnikai eszközök, és akkor azt hiszem, hogy három kategória van. Egyik ezek másod és harmadfokú. Másod és harmadfokú. Ami ez a harmadfokú, az azt hiszem, hogy már tűzszerét is kell, tehát magánszemély nem használhat. Én nem akarom végleg felmenteni sem, csak szeretném látni a bizonyítékokat. És tehát ennélkül nem tudunk semmit. Most ha igaz az ügy, vagy ha van valóságtartalma, vagy ha teljesen hamis, akkor is teljesen mindegy, abból a szempontból, hogy hogyan, amiről már a tisztelt kollégáim is szóltak, hogy hogyan időzítették és hogyan tálalták. Tehát ha van valóságtartalma, ha nincs, ennek a tálalása, az időzítése, ahogy a médiában megjelentették, ez mindenképpen számomra nagyon sok kérdőjel felvet, és egyfajta tendenciózus helyzetet vázol föl számomra. És eszembe jutott az a történet, amit levéltárnyi kutatásaim során találtam, hogy valamikor a 70-es évek elején, 71-ben 6 vagy 7 marosvásárhelyi fiatal lelkesedésből, kalandvágyból elhatározták, hogy repülőt fognak eltéríteni, és azzal megszöknek Bécsbe vagy Münchenbe, attól függ, hogy mennyi üzemanyag lesz a repülőn. És egyik
illető szerelmes levelében, vagy valakinek szerelmes levelében elárulta a titkot, a Szekú azt az illetőt figyelte, tehát már tudták azt, hogy mi készül, de hagyták kibontakozni, és a kellő időben a kellő csapás, hogy mondta virágértás, megvárták, amíg a gyerekek elmennek a reptérre, és ott kapcsolták le őket, minél nagyobb ügyet kellett keríteni hozzá. Tehát ennek a mediatizálása mindenképpen egy ilyen módszert jutott eszembe, és a másik, hogy ebben a nagy nemzeti ügyben, tehát a szereinek is néha szükséges valamit fölmutatni, legitimálni a tevékenységét, tehát én egy ilyen hátteret is látok. Miért kellett pont elsőjén, miért nem ma, vagy miért nem a tegnap előtt kapcsolták le? Ha annyira gyanús, akkor miért nem kapcsolták le már időben? Vannak más elhárítási módszerek, amikor a házkutatás már 30-án megvolt. Hát és az ügyet így is dobbantották, persze. De ugye az illetet, hogyha megfigyelik, akkor lehet elszándékon, na mindegy. Mindenképpen utolsó gondolat, hogy én már többször mondtam barátaimnak, ismerőseimnek, hogy mikor fog a román állam lépni az ilyen 64 vármegye-szerű szervezetek ellen határozottabban. Ilyen típusú lépésekre van szükség? Nem. De én úgy látom, hogy most látták, elérkezettnek az időt, a nemzetközi kontextust, meg mindent, hogy egy picit bekeményítsenek az ilyen típusú szervezetekkel szemben, akik meg mások is táboroznak, meg mindenféle rendezvényeket tartanak. Csak ezt az elvárást meg lehet fognak nyugodtan a magyar kormánnyal szemben is, mert 64 vármegye az nem kimondottan egy kézdivásárhelyi... Hát ez egy magyarországi szervezetnek a romániai ágáról beszélünk, de független attól, hogy mi lesz ennek a vizsgálatnak az eredménye, hogyan látják önök, hogyan látjátok, hogy a román-magyar kapcsolatokban, itt most erdélyi magyar-román kapcsolatokról beszélek, kifoghatni ez az ügy, vagy ilyen viharabiliben típusú akció ez? Nem hiszem. Ez az egy ügy önmagában nagyon kihatna. De az, ami az utóbbi időben történik, az sajnos nem jó irányban hat. Tehát amit látok folyamatosan, a zászló cirkuszok, a kétnyelvűségi cirkuszok, és általában a kisebbségi jogoknak a helyzete a napjainkban, ezek egyáltalán nem a megbékélés és a békés együttélés irányába fognak hatni. És ezek az akciók, amikről most beszélünk, csak december 1-e kapcsán, ugye a szociáldemokrata képviselőnek a szerintem eszméletlen nyilatkozata, a szentgyörgyi zászlócsere, meg a robbantás. Hát csak ez, ami egy-két napra összesűrűsödik, már az bőven elég, hogy legyen hatása. Ha egy elszigetelt eseményről beszélnénk, azt mondanám, hogy eltekinthetünk tőle, és nem hiszem, hogy kihat. De így nem hiszem, hogy az emberek renne hatna, mert ugye mi folyik, az ember bekapcsol a tévét, és 2-3 napig csak ez a sztori megy. Igen, hát itt éppen ma reggel láttam, azt hiszem, egy szakértőt, egy terrorizmus szakértőnek a véleményét, román emberről van szó, Hari Bukurnak hívják, ha nem tévedek. Hát ő is azt mondta, hogy ez 3 nap alatt lecseng, mert nem lehet teljesen komolyan venni, tehát egy szakértőről van szó, nem egy politikusról. De még mit akartam hozzátenni, na, majd talán eszembe jut később. Azt jegyezzük azért meg, hogy a helyzet súlyosságát azért jelzi, román-magyar viszony súlyosságát jelzi, hogy az RMDSZ elnöke sietett leszögezni mindjárt, ahogy ez berobbant a médiába, sietett leszögezni, hogy az RMDSZ mennyire elhatárolódik ettől a típusú akciótól. Hát ez feladata is. Sajnos úgy, hogy ezt tálalták, hogy ő csak elhatárolódott, de nem tiltakozott ellene, ami nem igaz. Egyértelműen tiltakozott és elhatárolódott, legalábbis a szövegben ez szerepel. De ami a magyar-román viszonyt illeti, hát, és mondjuk azt, hogy ami Románia megreformálását is illeti, hát most ezek az események után, még ráadásul a nemzetközi kontextust is figyelembe vesszük, hát merje valaki még kinyitni a száját regionalizációról, autonómiáról és föderalizmusról. Azt hiszem, hogy a szereinek, és hát ez semmiképpen nem lehet azért a demokrácia szempontjából jó pontként értelmezni, de különben zseniális húzása az, hogy íme ezt a hangulatot sikerült létrehoznia,
és ezzel becsukta a száját mindazoknak, akik akár Erdély függetlenségéért, teszem azt, vagy a Székelyföld autonómiáért küzdenének. Egyrészt igen, az ő szájukat lehet, hogy becsukta, viszont kinyitja azoknak a száját, akik olyan, hogyha csendben lennének, például a szélsőségességnek jelent ez az oxigént, és például a mai szolidaritási tüntetést fognak szervezni, valószínűleg a 64 vármegyével, vagy a 64 vármegye képviselőivel. Jó, tehát itt lehet külön választani a dolgot, hogy például az az ember valószínű, vagy lehet, hogy ártatlan, és akkor vele lehet szolidarizálni, de magával az eszmével nem. És tehát, a mozgalommal nem. Így van. Én egyetértek ezzel, és ezt egy folyamatában kell látni, de én is úgy gondolom, ahogy Szokoli is úr is mondta, hogy tehát azzal, ahogy a Marosvásárhelyre március 10-ére szervezett tüntetés sorozatot szépen kioltották, tehát sokféle tényezőtől befolyásolva, ezek is mind olyan lépések, amelyek mindenképpen háttérbe fogják szorítani az úgynevezett autonómia küzdelmet meg, ami ehhez kapcsolódik. Beszéljünk akkor most egy picit az úgynevezett zászló lopásról, vagy zászló eltűnésről. Ugye, ahogy már említettem a műsor elején, Sepsiszentgyörgyről ismeretlen tettesek a székely zászlóra cserélték ki a román lobogót a román katona emlékművénél. Kovászna megye prefektusa elítélte ezt a cselekedetet, a román nemzeti ünnep és a román zászló meggyalázásának tekintette mindezt, a helyi rendőrparancsnok azt ígérte, hogy kézre kerítik a tetteseket mindenáron, nyilván e felől semmi kétségünk nem lehet, hogy mindent meg fognak tenni ennek érdekében, de nézzünk meg erről egy bejátszást, és utána beszéljünk róla. A Sepsiszentgyörgyi állomás negyedben rendkívül forgalmas útszakaszon található a román katona emlékműve, ahonnan állítólag hétfő reggel a román zászlót ismeretlen tettesek levették, helyébe a székely zászlót tűzték ki. Az esetet senki nem látta, és képes bizonyíték sem került nyilvánosságra. A város vezetője közleményben határolódott el az esettől. Teljesen egyértelmű, hogy provokációról van szó, és bármelyik oldalról is jött ez a provokáció, én nagyon határozottan elítélem. Lehet-e valamilyen lépéseket megtenni, vagy kérte valamilyen lépéseket a hatóságoktól? Hát én arra szólítottam fel a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki az ügyet, azonosítsák a tetteseket, mert szerintem mindannyiunkat érdekel az, hogy kik voltak azok, akik meg akarták zavarni a város csendjét, a város békéjét. Kedden délben a december 1-i felvonulás megkezdése előtt fél órával egy fiatalember egy székely zászlóval a kezében jelent meg az ismeretlen katona szobránál. Mint mondta, a kettős mérce ellen tiltakozik. A jelenlévő rendőrök végignézték az esetet, de nem avatkoztak be. Kíváncsi vagyok, olvastam a bejegyzéseket, hogy a rendőrség hatalmas eljárást indított, hogy így is, úgy is kézre kerítik az elkövetőt. Sajnos az utóbbi években rengeteg ilyen történt, hogy magyar feliratokat gyaláztak meg, magyar szobrokat gyaláztak meg, a székely zászlót aláztak meg, sőt már oda jutottuk, hogy hivatalosan reklám anyagnak tekintik a székely zászlót. Soha nem történt még egy felderített ügy sem, hát lássuk most, ezzel a kettős mérce úgyból fog érvényesülni. A rendőrség szóvivője arra hivatkozva, hogy a zászlólopás ügye kivizsgálás alatt van, nem nyilatkozott az Erdélyi Magyar Televíziónak. Na, tehát ez a történet is, amit látjuk fölöttébb gyanús, senki nem látta azt, hogy eltűnt, senki nem látta a román zászló helyén a székely zászlót, senki nem látta, hogy kivitte el, kicserélte le, annak ellenére, hogy egy rendkívül forgalmas helyen van a román katona szobra, körbe van véve tömbházakkal, több ezren laknak ott, mégse látta senki. Tehát itt hangulatkeltésről beszélünk, diverzióról, provokációról. Mi van itt? Hát nem látta senki, én sem láttam, hogy kerestem a fotót, hogy legalább egy kis kép legyen arról, hogy ott tehát volt. Ezt a rendőrfőnök fedezte fel, fotót is elfelejtett. De ott járt a rendőrfőnök, történetesen pont abban az időpontban, amikor lecserélték, és akkor nagyon jó. Nála volt egy másik zászló, és akkor azt elméletileg vissza... erről beszélünk. Ez egy nagyon jó. Csak találgatunk, én nagy bízom a rendőrség szakértelmében, hogy kézzel kerítette tetteseket, minél hamarabb, annál jobb lenne. Itt két variáns tudok elképzelni őszintén. Egy az, hogy el tudom elméletileg képzelni, hogy valaki fölhevült állapotban egy székely atyafi kicseréje. Oké, rendben. De itt arról beszélünk, hogy van egy nagyon-nagyon magas zászlórúd,
aminek fölkúszol. Tehát az a zászló volt, amit a fotón is látok, az a magas zászló. Igen, rúdra? Pontosan, tehát annak a kicserélés az perceket vesz igénybe. Tehát elég nem. Komoly műveletet vege, amíg fölvonja, kicseréli. Oké, tehát mondtam, hogy elméletileg elképzelhető ez, és másik pedig elképzelhető, hogy szintén időzítésre tekintettel, hogy ez egy olyan provokáció, amivel a hangulatot próbálják ugye felízítani. Gondoljunk 90 márciusára, amikor szintén az Avraham Iancu szoborra volt egy nagyon, tehát magyar helyesírási szempontból helytelen szöveg, az a Leved egy D-vel, a múlt idő jele nélkül, ami szintén tehát nagyon-nagyon megnézném, hogy ki az az erdélyi magyar, aki egyrészt írásra adja, szobor pingálásra adja a fejét, és ugyanakkor ennyire komoly a helyesírási alapszabályzata ellenvétő módon teszi ezt. Tehát ennyit tudok mondani erről a történetről. Már hangulatkeltésről beszéltünk, akkor nézzük meg, hogy hogyan zajlott a december 1-i ünneplés Sepsiszentgyörgyön, ahol felvonult az új jobb oldal, van egy bejátszásunk erről, és akkor beszélünk az új jobb oldal felvonulásáról, illetve a zászló eltűnéséről is még egy picit. Idén a felvonuló tömeghez viszonyítva látványosan kevés szélsőséges vonult fel Sepsiszentgyörgy utcáin a december 1-i ünnepségen. A Noad Reapta új jobb oldal tagjai a többi résztvevőtől elkülönítve vonultak a csendőrök szorosra vont gyűrűjében. Azt hangsúlyoztuk, hogy Románia nemzetállam, hogy a nemzeti egység miatt vagyunk itt, és hogy Románia minden nemzetnek otthona lehet, így azoknak a magyaroknak is, akik a román állam hűséges polgárai. Azért jöttünk ide, hogy elmondjuk Hargita és Kovászna megye román megye, másképp nem is lehet. Az új jobb oldal elnöke nem volt hajlandó elmondani, hogy hányan érkeztek színeikben a városba. Beslések szerint mintegy 80-an lehettek. Egyébként a december 1-i ünnepségen idén jóval többen voltak jelen, mint a korábbi években. A felvonuláson és a Mihály Vityázó tér előtt megszervezett ünnepi műsoron és koszorúzáson hozzávetőleg 3000-en vehettek részt. No, tehát Antal Árpád, ő elítélte a zászló rongálást, a román sajtó viszont nehezményezte azt, hogy Sepsiszentgyörgy polgármestere nem vett részt a december 1-i ünnepségeken. Ez ilyen nyuszika van sapkád, nyuszika nincs sapkád típusú hozzáállás? Nem, hát ugyanazt igaz, amiről beszéltünk az előbb, hogy ez az az ünnep, amit nem lehet meg is ünnepelni, meg nem is megünnepelni. Főleg, ha az embernek van egy ilyen tisztsége, hogy polgármester, vagy bármilyen más hivatalos tisztsége, akkor ebben a kontextusban bármit dönt, bárhogyan cselekszik, kifogásolható, vagy az egyik, vagy a másik oldalról. Tehát ameddig egy olyan közhangulatot nem sikerül a politikusoknak elsősorban megteremteni, amelyik élhetővé teszi Erdélyt, Székelyföldet mindenki számára, addig sajnos ezek a támadások, ezek a támadásokra számítani kell, és meg is fognak történni. Szokoli úr nem szólt még hozzá ehhez a blokkhoz, ha van. Nehéz is hozzászólni, hát nehéz többet mondani, mint amit már mondtak az eddigi hozzászólók, akár a tévétávolságából, akár az asztal körül. Hát annyit én is csupán hozzátehetek, hogy visszatérve ismét a 90-es évek hangulatára, hogy azóta valóban nagyot léptünk az akkori feszültség, feszült hangulathoz képest. Viszont gyakran az az érzésünk, hogy visszatérnek azok az idők, és ismét a feszültség kezd uralkodni. Ennek több oka is van, mondhatnánk azt, hogy a hinterlandunk se jó. A nemzetközi hangulat sem jó, és a hinterlandunk sem jó, vagyis mondanám azt, hogy a nemzeti hátterünk, hiszen abban a korban, amikor szinte divattá vált Magyarországot, vagy az Orbán kormányt szídni, ütni, akkor is, amikor kell, akkor is, amikor nem muszáj, amikor nem kell, Ez is visszahat ránk. Azt, hogy elvesztettük az évekkel ezelőtt még létező, jó, rossz, de azért mégiscsak létező nemzeti hátterünket. Megemlékeznék arról, hogy évekkel ezelőtt még voltak közös kormányülések. Most azt mondhatjuk, hogy semmiféle párbeszéd nem létezik a két állam között. Tehát
Időközönként elmondják, hogy lesz kormányülés, dolgozunk a közös kormányülésen, de valóban nem történik valóban, konkrét előrelépés. Valóban nem történik semmi. Ami fájdalmas, mert ez enyhíteni mondjuk azt a rossz hangulatot, amely uralkodóvá vált. És én csak csodálkozok azon, hogy mondjuk rendszer, ez az utolsó rendszerváltás után, amit szeretnek úgy nevezni Johannes elnök megválasztása után, hogy nem történik semmi pozitívum, mondhatnám, esetleg még feszültebbé vált a helyzet, mint azelőtt volt. Talán még a pont a kormány alatt gyakran még jobb volt a helyzet. A szociáldemokratákkal valahogy még jobban ki lehetett egyezni. Bocsánat, hogy én is megszakítom, hát annyit tennék hozzá, hogy ugye most volt a legutóbbi rendszerváltás, akkor már a Noah Drept, mint párt vett részt, tehát a Noah Drept, tehát az új jobboldal, az pártként van Romániában beegyezve, egy szélső jobboldali párt, amelyik a vásári tüntetéseken, tehát a kormány megbuktatott tüntetéseken, nagyon hangsúlyosan kivette a részét, tehát a marosvásárhelyi tüntetőknek legalább egy harmada az új jobboldal pártból volt. És ezek mind olyan jelek, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni itt Marosvásárhelyen. Lehet, hogy bukaresti tüntetéseken nem az új jobboldal volt a hangadó, de a marosvásárhelyi kormányellenes tüntetéseken igen. Azt javaslom, hogy lépjünk túl egy picit az ország határon. Uniós vezetőknek a csúcs találkozóját tartották hétvégén Törökországban. Elnézést, az uniós csúcsvezetőknek a találkozóját tartották, a Törökország vezető politikusai találkoztak az Európai Unió tagállamainak az állam és kormányfőivel. Ezen a menekült válságnak a megoldása volt a legfőbb cél, és úgy néz ki, hogy sikerült elfogadni egy közös akciótervet is. Megnézzünk erről egy bejátszást, és akkor folytatjuk. Törökország erőfeszítéseket tesz az Európába irányuló illegális migráció megfékezése érdekében, az Európai Unió pedig 3 milliárd euróval támogatja a szíriai menekültek törökországi ellátását. Aki nem jogosult a menekült státusra, azonnal vissza kell küldeni a származási országba, és emellett hatékonyan kell fellépni az embercsempészet ellen. Turkey has almost 2.2 million from Syria and additional 300,000 from Iraq refugees. Törökországban csaknem 2,2 millió szír és további 300 ezer iraki menekült van. Eddig 8 millió dollárt költöttünk csak a táborokra. Egyes városokban több a szír menekült, mint a török lakos. Eddig próbáltuk magunkra vállalni a felelősséget, de most az EU-val együtt megegyeztünk, hogy mechanizmust, közös akciótervet hozunk létre arról, hogyan oldjuk meg ezt a válságot. A joint action plan together, how to deal with this crisis. A vasárnap elfogadott megállapodással sikerült megállítani a migráció hullámait, vélekedett Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Hadd tisztázzam, senkitől sem vártuk el, hogy helyettünk őrizze a határainkat. Ezt csak is az európaiak tehetik meg, és meg kell tenniük. Elvárjuk azonban, hogy nagyobb lépéseket tegyenek a szabályok megváltoztatásában, hogy gátat vessünk a migrációs áramlásnak, amely Törökországon keresztül jön az Európai Unióba. Magyarország 18 millió eurós támogatással járul hozzá az uniós alaphoz. Orbán Viktor szerint ez vállalható összeg, a Magyarországra nehezedő migráns nyomás enyhítése megér ennyit. A magyar miniszterelnök a nagyhatalmi megállapodásba foglaltakra is kitért. Került be egy olyan mondat, amely világosan rögzíti, hogy ennek a megállapodásnak nem része az, hogy Törökországból áthozott migránsokat kötelező erővel szét lehetne osztani az Európai Uniós országok között, így például Magyarországra sem lehet őket küldeni, hogy a migránsok áttelepítésére Törökországból milyen számban és milyen módszerrel kerül sor, erről ez a megállapodás most nem mond semmit, és nem is tartalmaz ilyesmit. Az elfogadott akcióterv része a vízumliberalizáció is, amely 2016. októberétől könnyítheti meg a török állampolgárok unióba való belépését. Ez fordítva is érvényes. Törökországnak viszont tisztázatlan ügye van a Ciprusban élő görög közösséggel. A csatlakozási folyamat megtorpanásához ez a vita és a görög fél területi igényének el nem ismerése is hozzájárult. Commission is ready
Az Európai Bizottság készen áll, hogy megtegye a szükséges előmunkálatokat, hogy megnyissa a tárgyalási fejezeteket. Ezt a következő hetekben megtesszük. A csúcs találkozó előtti ülésen a török partnerekkel megvitattuk a Törökországból az európai területekre érkező menekültek visszatelepítésének kérdését. December 14-én megnyitják a gazdaság és pénzügypolitikáról szóló 17-es tárgyalási témafejezetet, 2016 első negyedévében pedig további fejezetek tárgyalására nyílhat lehetőség. A vasárnap elfogadott 11 pontos zárónyilatkozatban szerepel egyebek között a terrorizmus elleni közös fellépés, a kül- és biztonságpolitikai párbeszéd megújítása is. Törökország tehát vállalta, hogy erőfeszítéseket tesz az Európába érkező menekültek, menekült hullám megfékezésére, cserébe mintegy 3 millió dollárt fog kapni nyilván, és az uniós tagságról szóló tárgyalású. 3 milliárd elnézést, valamint az uniós tagságról szóló tárgyalásoknak az újrakezdését is ígérték. Elemzők szerint valóban közelebb kerültünk a migrációs kérdésnek a rendezéséhez. Hogy látják önök? Megoldódott, kész, hátradőlhetünk? Ó, de szó sincs róla. Szó sincs róla, ez Törökországnak egy jó húzása véleményem szerint. Jó húzása volt, jól jött neki ez a migrációs válság. Azt nem tudnám én ellenőrizni, hogy mennyiben részese ennek a válságnak Törökország, tehát hogyan járult hozzá ahhoz, hogy ez a hullám, ez az áradat elinduljon Törökországból, mert hát Törökországból indult ki az ottani bevándorlók, az ottani menekült táborokból. Át kellett jussanak Törökország keleti részéről egész a nyugati részéig ahhoz, hogy hajóra üljenek, csónakba, hajóra, stb. Komphajóra, hogy átmehessenek Görögországba. Erről nem nagyon beszéltünk még. Nem beszéltek mások sem, hogy mennyiben járult ehhez hozzá Törökország. De úgy néz ki, hogy jól csinálta, mert íme kényszerhelyzetbe hozta az Európai Uniót, és ugye évek óta igyekszik bekerülni Törökország az Európai Unióba, ezt meggátolták különböző nyugati hatalmak, véleményem szerint továbbra is meg fogják gátolni. Most valami ígéretet kaptak talán, de hát ezek az ígéretek ki tudja, hogy mikor fognak valóra válni, mert ha valóra válnak, akkor véleményem szerint valóban megkérdőjelezhető az Európai Unió jövője. Azért is mondom ezt, nem mint hogyha a törökországi iszlámot, iszlám, más kultúrát, más vallást tartanám felelőssé ezért, hanem követvén a törökországi eseményeket, fejlődéseket az utóbbi időben, az utóbbi években láthatjuk, hogy Törökország eltolódott az iszlamizálás felé. Ugye az a bizonyos katonai demokrácia, amely Atatürk óta uralkodott Törökországban, és amely lehet, hogy már egy idő után nehezére esett egyeseknek, de az most elindult az iszlamizálás felé, amely véleményem szerint egyáltalán nem hozható össze az európai értékrenddel. Jó, csak bocsánat. Én ezt más összefüggésben látom, és szerintem az egyik következménye annak, hogy az Európai Unió elfordult Törökországtól. Tehát, hogy az Európai Unió az elkezdett tárgyalásokat fenntartja, és tényleg egy partnerként kezeli Törökországot az elmúlt években, évtizedben, akkor valószínűleg Törökország nem, vagy valószínűsíthető, hogy nem fordul az iszlamizáció útjára. Tehát én nem hiszem, hogy az Európai Unió nem felelős azért, ami például Törökországban történik. És valóban az a Törökország, amit ma Erdogan képvisel, az nem biztos, hogy kompatibilis az Európai Unió értékeivel. Viszont az, hogy Törökországot az elmúlt években lekapcsolták erről az európai, közös európai gondolatról is, az viszont lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy Törökországban milyen irányt vett a politika, és egyáltalában
a hangulat. Én személy szerint, és most itt az aktuálpolitika helyzettől elvonatkoztatva, Törökországot pont úgy látom EU tagként, mint Romániát. Tehát mindenféle szempontból szerintem azonnak az elvárásnak, mint Románia, megfelel Törökország is. De kivéve nyilván Törökország a sokkal nagyobb veszélyt jelent az Európai Unióra, vagy a Németországra. Németországra például, de egy nagyon erős katonai meg az európai keresztény kultúrára, legalábbis hát ezt nem tudom, milyen veszélyekről beszélünk, ezeket azért jól lenne tisztázni, milyen veszélyt jelent Törökország a keresztény kultúrára. Viszont ha... Hát a lakói nem keresztények, ugyanúgy, és ahogy... hol itt a veszély? Tehát nem azt mondom, de nem én mondom azt, hogy veszélyt jelent, hanem van egy ilyen retorika. Azt mondja, azok, nagy ország, azok, egy 80 milliós ország, amelyik nagyon erős katonai, ezt. Biztonsági intézményrendszerrel működik, egy nagyon erős gazdaság, és demográfilag is egy olyan ország, amelyik az EU-nak a belső demográfiai mutatóin esetleg változtatni tudna, mert az EU ezzel szembe kell nézzen, hogy valahonnan pótolnia kell egy előregedő kontinens. Tehát most lehet egyenként hozni a szakértőket, ahogy teszi ezt az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália, vagy belső szaporulattal próbálja ezt megoldani, mert más megoldás nincs. Igen, de itt épp ez a kérdés, amit itt Szokoli úr felvetett, hogy Európa, az Európai Unió nyert ebben a kérdésben, vagy pedig Törökország? Hát én szerintem Törökország is, volt egy freudi elszólásod, hogy Törökországban szervezték a találkozót. Teljesen rendben van, mert itt Törökország szerepének a megnövekedéséről beszélhetünk, vagy azt láthatjuk. És hogy említette Attila is, hogy hát egyrészt gazdasági, katonai, demográfiai potenciálra rendelkezik, és ne feledjük el, hogy geostratégiai szempontból, tehát az európai külpolitikának és az európai közel-keleti kapcsolatoknak egyik kulcs szereplője már most Törökország, azzá vált a migrációs hullám során is, de gyakorlatilag a közel-kelet sakbantartása, a közel-kelet megfigyelése, a közel-keletben való jelenlét, az hoznak egyik kulcsa a Törökország mindenképpen. Aztán, hogy most milyen pozíciót fog a törökökkel szembe fölvenni az EU, ezt én nem tudom megítélni, de mindenképpen azt a globális helyzetet, ami kialakult most Közel-Keleten, Észak-Afrikában, tehát Törökország nélkül az EU képtelen lesz szerintem rendezni. Nem tudom, hogy most mit nyerünk ezzel, hogyha Törökország, vagy mint EU, hogyha Törökország csatlakozik, vagy milyen feltételek mellett csatlakozik, nem tudom belátni ennek a jövőbeli kifutását, de mindenképpen a mostani helyzetnek valamilyen tüneti kezelését Törökország nélkül nem lehet megtenni, és Törökország jelezte többféle úton, módon, hogy aktív rendezője kíván lenni ennek a problémának ott a térségben, tehát nem lehet megkerülni semmiképpen. Itt az imént győzelmekről beszéltünk, hogy az Európai Unió győzött, vagy pedig Törökország győzött. Most Orbán Viktor azt mondja, hogy a magyar álláspont győzött, mert tehát ő Magyarország sikerének nevezte ezt a megállapodást, amit az Európai Unió kötött Törökországgal, hisz Magyarországnak, azt is elmondta, hogy Magyarországnak nem kell elfogadni a migránsokat, és a menekültüggyel kapcsolatos kötelezettségvállalásban 18 millió euróval részt kell vennie, vagy ki kell, ennyiből el kell kivegye a részét. Tehát valóban a magyar álláspont győzött? Ne feledjük el, hogy itt hányszor találkoztunk együtt a nyár folyamán, és a nagy menekült krízisről beszélgettünk, és majdnem mindig egyetértettünk abban, és arról is beszéltünk, hogy hát a Törökországban kell megállítani, hogy az EU pénzt ad Törökországnak a táborok fenntartására, és tovább mennék, Szíriában kell megállítani. Tehát innen már lenne az a lépés, hogy egy megoldást, egy szír megoldást. Ezt mondtuk a nyáron heteken keresztül, hogy hát ez lenne egy megoldás. Meg most megszületett meg a megoldásnak egy ilyen lépése. Meg lesz a szír béke is, most mondjuk azt. Egyelőre az EU-nak lélegzethez kell jutni. A szír béke kicsit arrébb van, ugye, hisz a minap volt ez a török-orosz konfliktus, ami ugye implicit NATO-orosz konfliktus is, azon kívül a szíriai belső képlet az nagyon bonyolult, tehát három nagy, de a kurdokkal együtt négy tábor egymással harcol, és ezt egyszerű bombázásokkal nem fogják megoldani a felek. Tehát itt előbb-utóbb tárgyalasztalhoz kell kényszeríteni az erre képes feleket, mert ugye az iszlám állama nem tudom, hogyha van mit tárgyalni, vagy van kinek mit tárgyalni, de Assad erőinek, a felkelők és a külső
országok, államok, nemzetközi intézmények előbb-utóbb le kelljenek tárgyalni. Addig nem lesz béke. Még van egy kis időnk, beszéljünk arról, hogy a magyar álláspont győzött, vagy sem. És vegyük figyelembe azt, ami jelenleg történik az európai politikában. Ugye azt mondják, hogy kevesebb uniós pénzből is részesülhet akár Magyarország, illetve elfogadták, tehát az Európai Bizottság jegyzékébe vette azt az állampolgári kezdeményezést, amely felszólítja az unió végrehajtó intézményét, hogy kezdeményezzen Magyarországgal szemben eljárást. Jó, ennek véleményem szerint nagyon kevés a veszélye. Tudnélik az európai bürokrácia lassan őről, és nagyon bonyolultak a procedúrák, amíg eljutnak odáig, hogyha egyszerűen eljutnának. Ez akkor még egyelőre kell attól félni, hogy Magyarország elveszíti a szavazójogát? Ettől nem kell félni véleményem szerint. Ami a győzelmet illeti, véleményem szerint itt győztes nincs, nem beszélhetünk győzelemről, egyelőre egy helyzet van, egy realitás. Betódult ide egy akkora tömeg, amelyet lassan-lassan már a befogadó államok, azok, akik önszántukból fogadják be őket, nem tudnak mit kezdeni. Csak ezután jönnek majd még a problémák, bonyolódnak még jobban a problémák. Ebben a kontextusban, ahol tulajdonképpen győztes nincs, és amelyet az európai hatalmak nem tudtak megoldani, és nem tudtak egy véleményre jutni, hogy milyen megoldást alkalmazzanak, Magyarország valóban egy olyan példa, amely sikerült önmagát kimenteni, miután ugye áttaposták Magyarországot több százezren. Tehát annyiban győzelem mondjuk, hogy ami az Európai Unió külső határainak védelmét illeti, ott végre egyességre jutottak az Európai Unió tagjai. Hogy abból mikor lesz konkrét megoldás, az egy másik kérdés. Félő, hogy gyakran nyilatkozatok szintjén maradnak ezek a szép gondolatok. Számomra az utóbbi idők történései, beleértve az EU-török csúcsot, beleértve a klímacsúcsot, és beleértve a terrorizmus és a menekült elleni menekült krízissel szembeni intézkedéseket, mind azt mutatják, hogy az utolsó percig halogatnak mindent, mind globális, mind európai uniós szinten. Amikor a kés a csonthoz ér, akkor megpróbálják összeszedni magukat, és közös, valóban közös megoldásban gondolkodni. Ami szerintem elég nagy probléma, mert mind meg lehetett volna ezeket előzni, akkor, hogyha vannak európai szinten, nemzetközi szinten felelősen gondolkodó vezetők. Ami ugye azt bizonyítja, hogy nincsenek. Tehát jelen pillanatban nincsenek olyan formátumpolitikusok, sem nemzeti, sem nemzetközi szinten, akik ezeket a kérdéseket időben komolyan fel tudják vetni, meg tudják beszélni, és esetleg rendezni tudják. Én is úgy gondolom, hogy az EU ezzel a megegyezéssel lélegzethez jutott, egy kis friss levegőhöz, de a kérdések, a problémák, hogy Attila is mondta, ezek maradnak. Tehát maradnak azok a problémák, amit a menekültkrízis okozott, az a belső törésvonalak az EU-s országok között. Egyrészt, hogy az EU képes-e időben, ahogy Attila mondta, képes-e időben megfelelő lépéseket tenni, stratégiában gondolkodni, ezekre még nincs válasz, és ez csak egy hosszú idő folyamata. Ez akkor azt jelenti, ugye nyilván, hogy a menekült kérdéssel még számos sajtópresben fogunk foglalkozni. Én mára megköszönöm a jelenléteteket, kedves nézőknek pedig a figyelmet, várom önöket jövő szerdán is. Viszontlátásra!